Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Üdvözlöm a kedves nézőket, műsorunk vendége, ifjú, nem is ifjú, dr. Lomnici Zoltán, ifjú Lomnici Zoltán, az ember büszke a szüleire, te azok közé tartozol, akit ugyanúgy hívnak, mint édesapádat, de nem ezért vagy itt, hanem saját jogodon. Egy új műsorra jelentkezel, mi is lesz a műsor címe? Szabadon Európában lesz a műsor címe, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a heti tévé lehetőséget biztosít arra, hogy erről a témáról vendégeimmel beszélhessek, amely téma átfogja az Európai Unió elsősorban jelenét és jövőjét, kisebb mértékben múltját. Jogi, gazdasági, politikai kérdések lesznek a palettán, és természetesen nem kerülhetjük el azokat a kérdéseket sem, hogy hogyan viszonyul az Európai Unió a Közel-Kelethez, Izraelhez, a Távol-Kelethez, vagy éppen az Egyesült Államokhoz, különösen most Donald Trump beiktatása és elnökségének első időszaka rendkívül jelentős lesz az Európai Unió akár jövője szempontjából, itt különösen a biztonsági kérdésekre gondolok, a NATO-ra és egyéb olyan szegmenseire a témakörnek, amely érdekes lehet. Olyan vendégeket próbálok hívni, akik a civil szférából, az elemzői szférából, vagy akár a politikum területéről érkeznek, és remélhetőleg érdekes beszélgetéseket folytatunk. Hát ezt egy szuszra elmondtad, mint egy született műsorvezető. Igaz, a tárgyalóteremben ott időnként meg kell szakítani, időnként azt kell mondani, hogy igen, bíró úr, tisztelt esküdtszék, és mindenféle egyebeket kell mondani. Te vagy az újabb szerzeményünk, ha már lehet ilyet mondani. Leigazoltuk dr. Bánó Andrást, aki a kultúrába fog jeleskedni három műsorral. Persze lesz neki egy politikai műsor, és az egyik az lesz, és a másik te ezzel a Hova is tart Európa, szabad-e Európa, lehet ezt ragozni. Minden esetén csak egyre szeretnélek kérni, hogy minél érdekesebb műsort csináljál, soha ne kelljen megnyomni a csengőgombot, mert nálunk aztán van ám szólásszabadság, de kisebbséget nem szabad bántani. Azokat, akik másképp látják a világon, te azokkal is le tudsz ülni és tudsz beszélgetni. Minden esetre nagyon oda kell figyelni, hisz a mi nézőink azok idősebbek, fiatalok, határon innen, határon túl, többen néznek minket a határon túl, sajnos, mint itthon, de itthon is sokan néznek már minket. Nekik egyszerű nyelvezettel kell elmondani, tehát nem a szokásos jogi bikfak nyelven, és megmagyarázni, hogy mikor, mi alatt mit kell érteni, hisz nem egy egyszerű dolog, maga az amerikai elnök sem tudja, hogy még mibe vágta a fejszéjét, na meg azok sem, akik rászavaztak. Aztán azt meg pláne nem tudjuk, hogy mit hoz ez nekünk itt Európában. Meg azt sem lehet tudni, hogy mit hoznak a német választások, a közelgő francia választások. Persze az egész világ, az olaszok azt gondolták, hogy az angolok távozása után ők lesznek a favoritok, hisz a római szerződés alapítói tagjai voltak, a korabeli Európai Uniónak a szerződésének a létrehozói, megálmodói. Hát ők, hogy ön sportosan fejezem ki magam, mint hogyha a miniszterelnökük most öngolt rúgott volna magának ezzel a népszavazással, hisz végül is már nem ő a miniszterelnök, új kormány alakul, és ott még nagyon kérdéses, hogy az északiak a déliekkel hogy fognak elbánni, hisz kicsit elegük van belőlük, hogy ahogy ők mondják arrafelé, hogy ők fizetik a számlát, és részben az Európai Uniónak sem nagyon szeretnének tagjai lenni, de hát azért még messze van. És ugye itt van a nagy kérdőjel, a görögök, hogy mi lesz a görögökkel, a törökökkel, Ciprussal, és folytathatom tovább. Hogyan vélekedsz te személyesen erről az egész kavalkádról, aminek most mi nem csak szemtanúi, hanem résztvevői vagyunk, hisz ma még 28, holnap 27 ország közül az egyik ország mi vagyunk. Az első és legfontosabb, hogy a felmérések alapján a magyar állampolgárok túlnyomó többsége Európai Unió párti. Ugyanakkor... Ez megnyugtató. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen azok a politikai erők, akik korábban az Unióból történő kiválást szorgalmazták, már azok is ugye mérséklődtek, illetve elvetették ezt a témát.
mert Magyarországon a polgárok nem partnerek az elszakadásban, hanem egy másfajta, egy megújuló integrációt szeretnének. Ha szabad felemlegetem Charles de Gaulle és Paul Henri Spaak vitáját, ami arról szólt röviden, hogy egy erős Európa erős nemzetállamokkal, vagy pedig egy erős Európa, mint Európai Egyesült Államok. A vita mai napig nem dőlt el, de az utóbbi Spaak nevéhez volt köthető már mint egy unió, viszont ő is azt mondta, hogy elsősorban az Európai Unió egy gazdasági közösség. Tehát ezt a sok különböző népcsoportot, sok különböző ideológiát egy tető alá hozni, szinte géptelenség. Mi nem olyanok vagyunk, mint az USA. Georgia állam és Washington állam lakói között azért olyan éles ideológiai szakadék, vagy világnézeti szakadék nincs, mint például a portugálok és a balti államok lakói között. Teljesen eltérő kultúra. Az nem azt jelenti, hogy nem tudnak együtt élni, de elsősorban Spaak is azt mondta, hogy ez egy gazdasági közösség. Ezt kellene erőltetni. De hát tudjuk, voltak ilyen szabályok az Unióban, hogy az uborkának milyen görbülete legyen, hogy hogy lehessen kitölteni az oliva olajat, vagy éppen a tyúkketrec mérete hogyan alakuljon, ezt meghallották a... Szerintem az elég fontos azért, hogy állatvédőkkel is szimpatizáljunk, rájuk is szükségünk van, hisz ők is a nézőink. Nem mindegy, hogy az a tyúk kapirgál, vagy nem kapirgál, és hogy milyen körülmények között fog nekünk tojást tojni, neki is vannak idegei, tehát nem mindegy azért az. Teljesen helyén való. De ez nem lehet a központi téma. Igen, és a sorrendiség fontos, tehát amíg ennyi szegény van Közép-Kelet-Európában, addig elsősorban az emberekre kell koncentrálni, az nem azt jelenti, hogy én ne lennék adott esetben harcos állatvédő, és hogyha valaki egy kutyát húz mondjuk az autó után, akkor hirtelen a halálbüntetés visszaállítása jut eszembe. Na de... Apropó, mi a véleményed a halálbüntetés visszaállításáról? Annál is inkább, hisz Törökországban ez hamarosan napirenden van. Sokan Magyarországon is szeretnék. Ha már bevittem magam a málnásba. Alapvetően az a helyzet, hogy az Egyesült Államoknak még mindig több, mint többségében az államoknak, tehát több mint 50%-ában az államoknak létezik ez a büntetési nem. Japánban is például, mint fejlett jogállam, hajtanak végre halálbüntetést. De az ég szerelmére, hogyha valakit véletlenül halálra ítélnek tévedésből, azt már nem lehet rehabilitálni. Ezt nem lehet újraéleszteni. Én ezt a kérdést külön választanám az érzelmi és a jogi vetületei szempontjából. Pusztán jogilag én is látok agályokat, ugyanakkor, hogyha valakinek a saját gyermekét erőszakolják és ölik meg, akkor semmilyen kivetni valót nem találok abban, hogy ő erőteljesen érvel a halálbüntetés mellett. Jogilag abból a szempontból látok problémákat, hogy például miután a DNS vizsgálatot professzionalizálták az Egyesült Államokban, kiderült, hogy több tucat halálbüntetést ugye igazságtalanul hajtottak végre, tehát ahogy fejlődik a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás, úgy derült ki, hogy egy-két esetben finoman szólva mellélőtt, hogy én is ilyet mondjak, ilyen példát hozzak az igazságszolgáltatás. Tehát mint büntetési nem valóban visszafordíthatatlannak, szigorúnak tartom. Azt gondolom, hogy ideológiai szempontból egyet lehet érteni azokkal, akik azt mondják, hogy... Megoldottuk akkor most a halálbüntetést, így elvágjuk, és akkor a következő mondatra szeretnék választ. Mi tulajdonképpen a műsornak a célja? Véleményeket ütköztetni, vagy tízszerűen belopni az emberek agyába, könnyen, tudományos ismeretterjesztés formájában, hogy mi is az Európa, mi is az európai jogrend, hol élünk, hogy élünk, mit élünk, és mi a célunk. Biztos, hogy az utóbbi szokrátészi módszerrel fogok én magam közelíteni a kérdésekhez, tehát valóban kíváncsian felteszem azt a kérdést, amelyre a megválaszolandó témában várom a válaszát a vendégnek. A vendég pedig, hogy milyen hatást ér el a fejekben, az majd a néző múlik. Milyen alapon válogatja majd ki a vendégeket? Teljesen random alapon szelektálok, és itt Sarolta kiváló szerkesztő asszony segítségével egyeztetek, és azt hiszem, hogy egy jó kis csapat keretében meg fogjuk találni a legjobb vendégeket a műsorban. Ennél gyönyörűbb végszót nem is tudtál volna mondani. Természetesen Sarolta a főszerkesztő asszony, aki jelen pillanatban is a fülemen ül, azt mondja, hogy nem, még nincs vége,
kérdezzem meg, hát megkérdezem, kik lesznek az első vendégek, ha már tudod. Az első körben mindenképpen szeretném megszólaltatni Földi László biztonságpolitikai szakértőt, adott esetben a civil szféra kérdéseiről, azt hiszem az egy nagyon forrongó műsor lesz, Csizmadia Lászlót szeretném várni a stúdióra. Ez izgalmas, ez, ugye nem felejtette le, hogy ez egy zsidó közösségi televízió, Európa, illetve Magyarország első kifejezetten ezért, és elemzői fronton pedig akár a Méltányosság Intézet nézőpont, progresszív vagy a századvég elemzőire számítok. Nagyon jó. Kedves nézőim, az elmúlt percekben egy aperitívet, egy étvágygerjesztőt próbáltam önöknek adni, egy új műsorból, melynek házigazdája nem más, mint dr. ifjú Lomnici Zoltán lesz. Igen, egy alkotmányjogász, aki most televíziós karrierbe is kezd, ha már máshol tett ilyen lépéseket. Sok sikerrel járt, de most itt újra kezdi, és zsidó közösségi televízióban még nem vezetett műsort. Kéz és lábtörés. Köszönöm szépen. Várjuk, hogy mielőbb a képernyőre kerüljön. Önök meg, hogy minél többet tudjanak meg Zoltánon keresztül az Európai Unióról, és meggyőződjenek, hogy jó az Európai Unióba élni. Köszönöm, hogy minket választottak, hamarosan jön a híradó, tartsanak tovább velünk, a viszontlátásra.